nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Pirotechnikai eszközök. Fontos a balesetek megelőzése. Fejlesztések, beruházások. Máté Péter, a pénzügyi bizottság elnöke összegezte az évet. A szexeldiek is készülnek a szilveszterre. Ahány ház, annyi szokás. Ellátás. A szexárdi hajléktalan szálló az ünnepek alatt is gondoskodik ügyfeleiről. Tolna vármegyében több tűzesethez is riasztották a tűzoltóság munkatársait tavaly szilveszterkor. A katasztrófavédelem szóvivője szerint fontos a megelőzés, valamint hogy körültekintően vásároljunk pirotechnikai eszközöket. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága közleményt adott ki, miszerint a tavaly szilveszter időszakban 37 tűzesetet okozott a tűzijátékok használata. Volt, ahol épület vagy autó gyulladt ki, azonban legtöbbször pirotechnikai eszközök égő maradványaihoz érkeztek a tűzoltók. Miskolcon egy 10 emeletes társasház egyik lakása égett ki, ott a gyerkére hullott tűzijáték okozta ezt a kellemetlenséget. Egyébként ott ideiglenesen 40 lakónak kellett elhagyni az otthonát, továbbá 5-en füstmérgezést is szenvedtek. Tolna vármegyében pedig Bonyhádon kellett egyszer vonulni a tűzoltóknak, itt 20 méter hosszan egyébként dísznövények kaptak lángra, itt a város hivatása továbbá az önkéntes tűzoltói oltották el a keletkezett lángokat, és Szexárdon is kellett vonulnia egy égőbokorhoz a vármegye székhelyünk tűzoltóinak, ott is természetesen azonnal kiértek a helyszínre, és így sikerre jártak. A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, a megelőzés érdekében a pirotechnikai termékeket a megfelelő helyről szerezzük be, kerüljük az autó csomagtartójából árult tűzijátékokat, ne vásároljunk aluljáróban, piacon. A vásárlásra december 28 és 31-e között van lehetőség az erre kijelölt legális árusítóhelyeken, amelyeket a katasztrófavédelem is ellenőriz. A termékeken található használati utasítást figyelmesen olvassuk el, és kövessük a benne szereplő előírásokat. Ebben információk lesznek a pirotechnikai termék elműködtetésével kapcsolatban, arra vonatkozóan, hogy ez pontosan milyen irányba fog elműködni, mekkora védőtávolságot kell tartanunk, ez is nagyon fontos, és milyen egyéb óvintézkedéseket kell annak érdekében megtennünk, hogy elkerüljünk egy esetleges problémát. Minden esetben kerüljük egyébként az épületek mellől vezetékek vagy fák alól történő elműködtetését ezeknek a termékeknek. Ezeknek a tárolása is vannak vonatkozó szabályok. A szakember hangsúlyozta, az eszközöket biztonságos helyen tároljuk, ne tegyük fűtőtest tűzhely közelébe. Fontos, hogy olyan helyre zárjuk el ezeket, ahol nem érheti víz, illetve napfény. Gyermekek, valamint házi állatok sem férhetnek hozzá. Ne használjuk a tűzijátékot, ha víz érte, mert nem biztonságos a működtetése. Fokozottan ügyeljünk kisállataink védelmére. Tartsuk bent a lakásban, házban. Ha erre nincs lehetőség, olyan helyre zárjuk be őket, ahonnan nem tudnak megszökni. Csippel és a megfelelő oltással legyenek ellátva, az adatainkat tartalmazó bilétát helyezzük el rajtuk. Máté Péter, a Szexárdi Közgyűlés pénzügyi bizottságának elnöke évértékelő sajtótájékoztatón összegezte az idei munkát. A képviselő ismertette a 2023-as év legfontosabb szexárdi beruházásait, fejlesztéseit. Máté Péter kihangsúlyozta, az idei évben sok fejlesztés történt Szexárd városában. Az összegzést a Zöldváros projekt bemutatásával kezdte. A fejlesztés 1,2 milliárd forint pályázati forrásból helyi, környékbeli vállalkozók összefogásával 4 hónap alatt valósult meg. Az elnök elmondta, a projekt megvalósítása a kezdetekben lehetetlennek tűnt. 20.000 négyzetméter betont törtek fel a belvárosban, összességében 5.000 négyzetméterrel lett több a zöld felület nagysága. Itt szeretném megemlíteni, hogy a zöldfelület karbantartó és köztársasági igazgatóságot megszüntettük, ezt a tevékenységet átszerveztük Aliszka Terrához, és ezt a munkát végül már ők végezték el, úgyhogy elégedettek lehetünk vele, nagyon szépen dolgoztak. A Kesejűsi út és kerékpárutak is fejlődtek a vármegye székhelyen 3,1 milliárd forint értékben a Magyar Közút Non-Profit ZRT-vel konzorciumban. Biztonságosabb és komfortosabb közlekedés, a város keleti megközelíthetősége rendezett, Gemenc elérhető kerékpárral, ez egy nagyon jó dolog, pozitívum, jó a kerékpárút, próbáltam személyesen is, nagyon jó a kerékpárút, a csatlakozáson van egy kis bajunk, de orvosolni fogjuk. A kerékpárutat továbbá fejlesztették a Palánki úton is.
A képviselő hozzátette, itt a sok eső kihozta a hibákat, ami süllyedést okozott, ezt a jövőben orvosolni kell. A beruházás része a Tolnát Domborit elérő koncepciónak, így ez a kerékpárút folytatódni fog a Palánki iskola előtt, a vasút mellett Mözsig. Ennek megvalósulása esetén például Szekszárdról, a Szőlőhegyről kerékpárral el lehet jutni majd Fadra, Domboriba, Tolnára. Máté Péter a 2024-es évre kitekintve ismertette, hogy 5,3 milliárd forintos útépítési program kezdődik a városban. Az országban nagy területeken, főleg az Alföldön és a Kisalföldön áll a víz, amit az enyhe időben nehezen bír a vetés, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat. Felidézték, hogy a múlt héten pénteken és szombaton nagy területen hullott csapadék, részben hó az országban. Az elmúlt 30 nap csapadék mennyisége nagy területen meghaladja a 100 mm-t, ez az adat országszerte jelentősen több a sok éves átlagnál. A hőmérsékletről azt írták, vasárnaptól intenzív felmelegedés kezdődött, a maximumok 10 Celsius fok fölött, sokfelé 15 fok körül alakultak, és éjszakánként is csak gyenge fagyok fordultak elő. Január 1-től indul az üdítő és szeszes italok csomagolásának kötelező visszaváltása egyes üzletekben. Az Országos Kereskedelmi Szövetség élelmiszerkereskedelmi tagvállalkozásai több mint 1100 üzletben üzemeltetnek majd mintegy 1400 automatát, emlékeztetett a szervezet közleményében. A visszaváltási rendszer lényege, hogy a gyártó üzemekben újra nem tölthető, ezért csak egyszer használatos italos palackok értékesítésekor, ha a gyártó ezt már fel is tüntette a csomagoláson, a kereskedők kötelesek lesznek 50 forint visszaváltási díjat felszámolni a vásárlóknak az értékesítéskor. A visszaváltás a 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszerüzletekben lesz kötelező. Reménytelin tekintenek sokan a 2024. évre. Sokféleképpen várják a szekszárdiak az új évet, van, aki otthonában egyedül, vannak, akik családi körben, többen pedig bulizni szeretnek ilyenkor. Vasárnap újabb évet zárunk. Ilyenkor érdemes számot vetni, értékelni és levonni a tanulságot, hogy ünnepelve léphessünk be az új évbe. Pontán, ami jön, ami jó lesz, ami nem, az nem. Arra vágyunk, hogy mindenkinek jó legyen, mindenkinek szép legyen, és mindenkinek boldog új évet kívánunk. Az ilyenkor hagyományos ételekkel is készülnek a szokásos pezsgős kocintáson kívül. A nagyobbik lányom most éppen Szegeden van, valószínűleg ott fog szilveszterezni, hogyha ez a kérdés. Egyébként meg a szokásos módon, mint minden más család, lencsével, pezsgővel, úgyhogy hasonló módon készülünk. Azok is reménytelen készülnek a 2024. évre, akiknek családjában betegséggel küzdő van. Az én mostani szilveszterem tekintettel arra, hogy a családban beteg is van. És hát most is járok bevásárolni utolsó pillanatokban. A fiatal nagyszülők örömmel vigyáznak a pici unokákra, de itt sem maradhatnak el az ilyenkor a megszokott ételek az asztalról. Van egy 7 hónapos unokám, és a lányom kérdezte, hogy vigyáznánk-e rá. Hát természetesen igent mondtunk, úgyhogy az idén a babával töltjük a szilvesztert, hagyományosan virsli, és nyilván új évkor lencse, főzelék, hús nélkül természetesen. Az új év ünnepi köszöntése kiváló alkalom arra is, hogy bizonyos dolgokon változtassunk egy sikeresebb, boldogabb esztendő reményében. Az Agrárminisztérium kiemelt figyelemmel folytatja az ország fával borított területeinek növelését. 2024-ben a közös agrárpolitika keretein belül az erdőtelepítési pályázatok az első között nyílnak majd meg, közölte a minisztérium. Magyarország településeinek zöldítéséhez és az ország fával borított területeinek növeléséhez hozzájárult az idén harmadik alkalommal meghirdetett településvásítási program is. Ennek köszönhetően 10 000 sorfa állt a vidéki települések rendelkezésére. A programban 443 település vett részt, ismertették. Minden esetben érdemes a magyar húsárut választani a boltokban, az import árukkal ellentétben ugyanis a magyarországi sertéshúsok minőség, élelmiszerbiztonság és nyomon követhetőség szempontjából is kifogástalanok, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Húsiparosok Szövetsége. Kiemelték, a hazai termék választásával nem csak minőségi árut kapnak a pénzükért a vásárlók, hanem hozzájárulnak a magyar húsipar fennmaradásához és fejlődéséhez.
Most egy program ajánló következik. Bonyhádon december 31-én 10 órától malackergető futást rendeznek a Városi Sportpályán. Az egyik helyszínen egy kört kell teljesíteni, a másikon pedig 2024 métert lehet lefutni. Az esemény már 2015 óta hagyomány a városban. A résztvevőknek virslivel, teával és tombolával készülnek. Szekszárdon pedig Fekete László és gyermeke, ifja Fekete László nemzetközi erős emberek versenyét szervez december 30-án 15 órától a sportközpontban. Itt 20 induló méri össze erejét és elszántságát 6 számban. Az elmúlt hetek kedvező időjárásának köszönhetően jelenleg nem tapasztalható nagymértékű túljelentkezés a szekszárdi hajléktalan szálon, azonban a férőhelyek már telítettek. Az intézmény továbbra is biztosítja az étkeztetést, a nappali ellátást és a szállást a lakók számára. Az ünnepek alatt az intézmény ügyfeleit karácsonyi ebéddel és ételosztással lepték meg adományozó partnerek, köztük magánszemélyek és szervezetek segítségével. Szűcs László, szakmai vezető elmondta, a férőhelyek jelenleg telítettek, vannak olyan személyek, akik eddig elzárkóztak az intézmény szolgáltatásainak igénybevételétől, azonban azóta már a szállón laknak. A klienseink olyan 60-70%-a tartósan Szekszárdon élő, és mindig vannak olyan emberek, akik néhány hetet, egy-két hónapot itt töltenek, és tovább mennek, keresik a lehetőségeket, adódik esetleg munka más városban, kihasználják az ellátórendszernek a lehetőségeit, és tovább mennek. Vannak olyan ügyfeleink is, aki egy-két éjszakát, egy-két napot itt tölt, és tovább megy. A vezető szerint a hajléktalanok tekintetében a legfontosabb cél, hogy lakhatásuk megoldódjon, azonban ez jövedelem nélkül nem valósulhat meg, így a munkavállalás is fontos számukra. Hosszú évek óta azt tapasztalom, hogy megoszlanak az emberek. Van, aki nagyon segítőkész, nagyon sajnálja, nagyon empatikus, van, aki meg hát inkább nem szeretné a környezetében látni a hajléktalan személyeket. De a karácsony meg az új év mindig azt mutatja, hogy nagyon sok adományozó ember van, aki szeret adakozni, szívesen adakozik, és rengeteg adományt kapunk. Tehát élelmiszer, ruha, egyéb szempontból gondolom ezt. A szálló munkatársai új év alkalmából ismét ételt osztanak. Szűcs László elmondta, az ügyfelek figyelmét gyakran felhívják az alkoholfogyasztás káros hatásaira, így lesz ez szilveszterkor is. A szakmai vezető hozzátette, a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyobb motivációja van annak a személynek újra felépítenie magát, aki magasabb társadalmi státuszból vált hajléktalanná, mint azoknak, akik már korábban is hasonló körülmények között éltek. Regionális híreink következnek. Kerékpáros projektet zár Baranya. 55 kilométeren kerekezhetnek a biciklisek. Tűzijáték. Már vásárolhatók a szilveszteri pirotechnikai eszközök. 30 éves a Szárnyas Malac. Évvégi programsorozat a Bóbi Tabáb Színházban. Befejeződött az Ormánság és a Mecsek közötti kerékpárút beruházás. A fejlesztés eredményeként Selje és Sikonda turisztikai desztinációk között kerékpáros kapcsolat jött létre a hiányzó kerékpáros infrastruktúra elemek megépítésével, kialakításával. Kerékpáros kiegészítők az asztalon. Ezeket az eszközöket kapják majd azok a gyerekek, felnőttek, akik Baranya új kerékpárútját használják majd. Ez egy olyan kerékpárút, amely észak-déli irányba tulajdonképpen átszeli a vármegyét, 55 kilométer hosszú, éppen ezért számos műszaki kérdést kellett megoldani. Az 55 kilométer többségében a közúton táblázással, feljelöléssel került kialakításra a kerékpárút, és volt egy 1,6 kilométeres szakasz, ez az Orfű-Kovács szénája közötti szakasz, amelyik kiépítésre került. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az országos kerékpárút hálózat része lesz ez a baranyai fejlesztés. Így akár majd a Balatonig is el lehet jutni két keréken. Elkezdődött a nyomvonal tervezése ugye a Siófoktól a megyeszékhelyre lévő kerékpár vonatkozásában, ez be is fejeződött. Baranya vármegye nagyon jól járt ebben a tekintetben, mert ott nyomvonal alternatívákat is beraktak a tervezők a nyomvonal kialakításába, úgyhogy azt gondolom, hogy itt majd, ha ideáig elér a kivitelezés, ami már ugye a Siófoktól déli irányba elkezdődött, akkor nagyon jól fogunk járni. Másik fontos cél volt, hogy Pécsről kerékpárral bejárhatók legyenek a környező kis települések, ahová kirándulásokat szervezhetnek a családok.
Ez ugye érinti Magyar Hertelendet, érinti Orfűt, érinti Kovács Színáját, Abaligetet, illetve Komlom-Sikondát. Tehát ezek mind kerékpározható távolságban lesznek, és hogyha minden igaz, akkor a megye reméljük a következő uniós finanszírozási ciklusba meg tudja majd a partnerekkel építeni ennek a kerékpáros útnak egy másik lábát, ami a megyeszékhelyet összejutni Mária-Gyüddel, Siklósra, Harkányra, illetve a déli drágamenti kerékpárúttal. A most megvalósított fejlesztés a Széchenyi 2020 terület és településfejlesztési operatív programjából mintegy 400 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg. December 28-a és 31-e között vásárolhatók a kijelölt árusító helyeken a szilveszteri tűzijátékok. A kínálat az idén is bőséges, három kategóriából válogathatnak a vevők. Ugyanakkor a katasztrófa védelem munkatársai folyamatosan ellenőrzik az árusítóhelyeket, és felhívják a lakosság figyelmét, hogy megfelelő körültekintéssel használják a pirotechnikai eszközöket. Azt jelenti, hogy 12-es kaliberre 20-at lő, 4 darabos, ez 25-es kaliberre 8-at lő, tehát egy a... Ez van, ez 20-as kaliberre 5-öt lő, 4 darabos a csomag. Már az első napon is sokan vásárolnak különféle rakétákat, pörgő, forgó, durrogó pirotechnikai eszközöket az erre kijelölt árusító helyeken. Háromféle kategóriába soroljuk a termékeket. Vannak ezek a kisebb játékos termékek, ezek a ugrálnak a földön, felszállnak, pörögnek, forognak. Ugye az nagyon fontos, hogy egyik tűzijátékot sem kézből indítjuk a petálával ellentétben, tehát a földre le kell rakni őket, és akkor ott kell gyújtani, és az összes úgy ott fog elműködni sorba. A másik kategória az a kockatelepek, ebből a kisebb, nagyobbig, a hatalmas kockáig tényleg árban, lövésszámban, kaliberben különbözően egy indítással elővi ezt a 16-ot, 20-at, 100-at, 200-at, amennyi benne van a telepbe. A harmadik kategória pedig a rakéták, ami ez a legkisebb, és ebből is van tényleg így kaliber alapján sokkal nagyobb fajta, ezeket üvegből, csőből kell indítani, és akkor úgy fognak szépen fel tűzjátékképet bontani. Az árusítóhelyeket folyamatosan ellenőrzik ebben a négy napban a katasztrófa védelem munkatársai is. Folyamatosan ellenőrzik a kollégák, számunkra az év végén ez a legfontosabb teendő a hatósági szakterület munkatársainak, hogy az év utolsó napja is biztonságban teljen. A tűzijátékok december 31-én este 6 órától másnap reggelig használhatók fel, ezt követően a megmaradt termékeket vissza kell vinni, és azt az árusító helyek kötelesek visszavenni. A megmaradt termékeket vissza lehet hozni, ugye azonban az is tény, hogy a kettes kategóriások egészében használhatók, tehát hogyha olyan helyen tudja tárolni, a kettes kategóriás termék azok egészében használhatók, a nagyobbik telepek, amiket csak ilyenkor, szilveszterkor este 6-tól másnap reggel 6-ig lehet ellőni. Az új év búcsúztatása és az új év köszöntése a pirotechnikai eszközök segítségével azonban nem mindig sikerül balesetmentesen, hanem megfelelő körültekintéssel használják ezeket az eszközöket. Az év utolsó napja tavaly is okozott munkát a katasztrófa védelem szakembereinek. Országos szinten volt 37 tűzeset, amit tűzijáték okozott. Somogyban is volt néhány, ami például a növényzet gyulladt ki, vagy éppen kuka kapott lángra. Minden évben felhívjuk arra a lakosság figyelmét, hogy kellő körültekintéssel használják ezeket a tűzijátékokat, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak az állataikra, és hát a saját értékeikre, így a lakóházaikra és az autóikra is. Ha kellő körültekintéssel választjuk meg a pirotechnikai eszközök alkalmazását, akkor biztonságban búcsúztathatjuk az új évet, és várhatjuk az új kezdetét. A Bobita bábszínház címer állatkája, a szárnyas malac 30. születésnapját ünnepli. A jubileum alkalmából a szervezők háromnapos programsorozattal készültek. Ennek során az érdeklődők előadásokat tekintettek meg, kézműves foglalkozásokon vehettek részt. 30 éves születésnapját ünnepli a Pécsi Bóbita Bábszínház címer állatkája, a Szárnyas Malac és az azóta sikeres rendezvénysorozat. Ez alkalomból a Bábszínház háromnapos programsorozatot rendezett december utolsó napjaiban.
A szárnyas malac a Bóbita Báb Színház címerállata, mondhatni, 1994 óta. 1994-ben lett a Bóbita Báb Színház vezetője Ramó Gábor, és ő választotta ezt a szárnyas malac figurát a Bóbita Báb Színház logójául. És mivel egy új arculat, egy új tematika volt akkor kialakuló félben, akkor találta ki a Gábor és csapata, hogy december 31-e előtt, tehát még az új év utolsó napjaiban egy vidám új év búcsúztató napot tartanak a bóbitások, és ez lett a szárnyas malac napok, és amit most ünneplünk, ez éppen a 30-dik, úgyhogy ezért három naposra is dagadt ez a malacka. A 30 éves jubileumi rendezvény során minden korosztály a legkisebbektől a legnagyobbakig megtalálhatja a kedvére való szórakozást. A bábkiállítást most látjuk először, és színházi előadásokat láttunk eddig a gyerekekkel is, illetve most először részt vettünk egy bábkészítő foglalkozáson, a nagylánya az is nagyon tetszett nekünk, úgyhogy biztos, hogy vissza fogunk térni. És a kicsi 3 éves, ő is jön most már színházba, úgyhogy ez egy családi program. Gyakran nagyszülők is eljönnek velünk, összekötjük egy kis játszóterezéssel, nagyon szívesen jövünk ide a Bóbita Báb Színházba. A szervezők számtalan programmal készültek. A két ünnep között már mindenki vágyik arra egy kicsit, hogy kijöjjön otthonról, nyisson újra a világra, emberekkel találkozzon, ismerősökkel, kulturális programokon vegyen részt, tehát hogy ez mindenképpen szerintem egy jó időszak. A kulturális programok és gyerekprogramok számára. A másik pedig az szerintem, hogy a bóbitások, épp úgy, mint 30 éve, vidám, kedves és tehetséges emberek, és ezzel próbáljuk hívni, várni a nézőinket, közönségünket. A 3 nap alatt az érdeklődőket színházi előadások, kiállítások várják, valamint kézműves, kulturális foglalkozásokon vehetnek részt. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Pirotechnikai eszközök. Fontos a balesetek megelőzése. Fejlesztések, beruházások. Máté Péter, a pénzügyi bizottság elnöke összegezte az évet. A szexárdiak is készülnek a szilveszterre. Ahány ház, annyi szokás. Ellátás. A szexárdi hajléktalan szálló az ünnepek alatt is gondoskodik ügyfeleiről. Szombaton általában erősen felhős lesz az ég, csak rövid időszakokra bukkanhat elő a nap. Csapadék továbbra sem érkezik. Szilveszter napjára kisebb változás körvonalazódik. Előreláthatólag egy meleg, majd éjjel egy hideg front is elérheti az országot. Szorványosan kialakulhatnak záporok, időszakos esők. Új év napján eleinte erősen felhős, borongos idő látszik jellemzőbbnek. Friss hírekkel legközelebb keddestől jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!